Május 3-án reggel 9 órakor kezdődött az idei érettségi időszak országszerte. Az első napon magyar nyelv és irodalomból adtak számot tudásukról a tanulók. Két különböző feladatlapot kellett a diákoknak megoldani, az elsőre 90 percet kaptak. A feladatlap egy 60 perces szövegértési és egy 30 perces szövegalkotási feladatból állt. A szövegértési feladatsor bázis szövege az 1848-49-es szabadságharc nagy szónokairól, Kossuth Lajosról és Jókai Mórról szólt. A második feladatlap megoldására 150 percet kaptak az érettségizők. Itt egy műértelmező szöveget kellett megírni. A diákokkal beszélgetve, meg a szaktanárokkal a magyar érettségre azt mondták, hogy ez nem volt nehéz, hogy könnyen teljesíthető volt. Nyilván a nagy mumus a matematikára most is azt mondták, hogy ez nem volt egyszerű. Tehát ez is olyan, hogy diákja válogatja, hogy ki mit tart könnyűnek, illetve nehéznek. Az hosszú évek óta az egyik legkönnyebb volt. Matematikából azért voltak fogósabb feladatok, de akik fölkészültek belőle, akkor nekik is megúrható volt ez a szint. Matematika középszinten két feladatsort kaptak a vizsgázók. Idén a számtani sorozatok, halmazok, valószínűség és százalékszámítás is előkerült. Ezen kívül hatványozós feladat is volt a középszintű matek érettségi első részében. A második részben egyenletrendszer, síkgeometria, gráfok, százalékszámítás és logaritmusok témakör is megjelent. Mindenből nyilván jó lenne az ötös, de a legnagyobb elvárás talán a matekkal szemben volt nálam. És szerintem azt sikerült is teljesíteni, de tényleg nehezebb volt a feladat. Történelemből az aténi demokráciával, a középkori építészettel és Mátyás uralkodásával kapcsolatos feladatot is kaptak az érettségizők az első, rövid feladatokból álló részben. Ezen kívül előkerült a II. Világháború, a Horthy korszak és a Kádár korszak is. A témák között szerepelt továbbá Németország újraegyesülése és a mai magyar politikai intézményrendszer is. Én azt gondolom, hogy teljesíthető. Nyilván nem mindegy, hogy kinek életcél a kettes, ki az, aki ötöstre törekszik. Nagyon sokrétű, sok témakört érintett a feladatkör, illetve a kifejtős kérdések is alkalmat adtak arra, hogy beszámoljanak a tudásukról. Az elbeszélések alapján én úgy érzem, hogy hál' Istennek jól sikerült. Azt mondták, hogy a próba érettségi nehezebb volt egyeseknek. Aki az idejével jól gazdálkodott és türelmes volt és alaposan végigolvasta, az szerintem középszinten jól tud teljesíteni. És hát emelt szint meg az én megítélésem szerint hangsúlyozom, hogy én úgy érzem, hogy az idejében egy kicsit a történelmi iránt érdeklődőknek talán még könnyebb is. Idén is elmaradnak a szóbeli vizsgák, csak úgy, mint tavaly. Azonban vannak kivételes esetek, például, ha az adott vizsgatárgy középszinten csak szóbeli vizsgarésszel rendelkezik. Ezen kívül azok is szóbelizhetnek majd, akik az írásbeliükön nem érték el a maximális pontszám 25%-át. Én személy szerint örültem annak, hogy nem volt szóbeli. Nyilván előbb is befejezzük így az évet, ez is egy pozitívum. De én személy szerint nem szeretek szóba felelni, úgyhogy örülök neki. Pontszámokat felfele szokta hozni, de hát ugye így az ország szerte elmaradnak, így senkit nem ér hátrány. De azért kicsi hiányérzet nyilván marad bennünk, mert azért akkor jó végig hallgatni és ránézni, hogy mennyi tudást tudtunk beletölteni a fejükbe, illetve hát mennyi tudást sajátítottak-e a diákok is, hogy tudják előadni.